Nagyon erős UVB sugárzásra adott ki figyelmeztetést a Nyugat-Dunántúli régióban az Országos Meteorológiai Szolgálat a hétvégére. A szakértők arra kérik a lakosságot, hogy napközben 11 és 15 óra között kerüljék a napozást, valamint fényvédőkrémekkel gondoskodjanak bőrük megfelelő védelméről. Az ultraviola sugárzás három hullámos tartományra osztható, amelyek különböző hatásokat gyakorolnak a bőrre. Budás Judit bőrgyógyász kiemelte, az UV-a felel azért, hogy szép barna legyen a bőr, míg az UVB miatt jön létre a napégés. Ezért is fontos nyomon követni az UV figyelmeztetést, hogy megfelelően tudjuk óvni a bőrünket. A szakértő azt tanácsolja, ha az UV index eléri 10-ből a 7-es szintet, akkor már ajánlott a kalap és a napszemüveg viselése is, valamint naptej használata is. 8 felett pedig már huzamosabb ideig ne tartózkodjunk a napon, és az árnyékban is alkalmazzunk a bőrtípusunknak megfelelő fényvédőkrémet. Hirtelen nagy fény éri az ember bőrét, akkor bizony extrém sugárzásnál nagyon rövid idő alatt, akár 10-15 percre és pecsenyepirosra sütethetjük a bőrünket, és akkor az már egy másik jellegű probléma. Na most, akit hosszú távon sokszor éri a napégés, annak számolnia kell, illetve tudatosítani kell, hogy sajnos sok napégésnek a következménye az egy nagy napkárosított bőrt fog jelenteni, és ismert már, hogy melyik nanométeren daganatkeltő hatású lehet, tehát hogyha sokszor találkozunk, nem védjük a bőrünket, akkor időskorunkra bőrdaganatokkal számolhatunk.